Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és folytatjuk eme csodálatos és nemes játékot. Igen. Úgyhogy remélem, hogy most annyira meleg van szegény gépnek, hogy kicsit sajnálom. Pörög rendesen. Ez van, nem? De. Nem örülnék, ha meghalna benne bármi is. De 32 giga RAM-ból csak 2 gigát használ, úgyhogy ez egész fasz, csak ugye tudjuk, hogy nem ez a lényeg. Ijajajaj. Na mindegy. Rágicsáltam. Rossz szokások egyike. Ez a játék gyerekek megöl. De tényleg. Ki vagyok az élettől. Na mindegy, menjünk tovább. Menjünk tovább. Nem értek el. Tovább kell menni. Igen. Luvnya. Azt a de hangos. Halandzsa. Milyen halandzsa? Nem érdekes. Üssekavics. Takarodj már! Úgy beszartam. Amúgy. Csak szólok. Konkrétan kievett az ideg. Szétevett az ideg. De várj, nem is ide kellett volna jönni. Oj, én rontottam. Hanem... Én tökre kinéztem volna normálisan. Na mindegy. Van... Hol van? Van egy rész. Kus. Most lefele kell menni? De ez nem fölfele volt? Nem értem. Na! Nem baj. Akkor ezt oldjuk meg addig. Tudom, hogy volt egy rész, hogy fel lehetett menni. Ahol, nem tudom, most lakosgatok minden hülyeséget. Nem tudom. Ezek még nem voltak. Mi ez a pimp? Mint valami kórházi...
vagy szimpatikus. Ez mi? Fasos. Nem történik semmi. Hát, azt látom. Nem tudom most mit csinálok amúgy. Ah, kezem. Ah! Nem viszlem magammal. Hogy ezekből kellene pakolni, nem a másik. Nem értem. Nem tudom. Az őszintét fingom nincs. Na várjál! Ez hogy a f... Na most ezt... Ezt most nekem mesélj el valaki, ezt hogy csináltam. Mert ugye ott egy arc, és akkor ott is volt egy arc, meg itt is, akkor is akkor... Ja, ez ilyen végig, ilyen periódus. És aztán megy vége, és megy vissza megint körbe. Ó! Oh! Hogy keveredek mindig ebbe bele? Tehát ezeket tökre érre kéne. Fúziósság. Na haragudj, de még infúziós zsákot is kellene keresnünk. Hát ez zseniális! Hát mi az, amit még nem kéne csinálni ebben a házban? Tehát, hogy mi az, amit még nekem nem kéne megoldani? Jó, akkor azt kell csinálni, ezzel a lófittyel fel kéne menni az emeletre. Vagyis a másik emeletre. Én megmondtam, de igen. Anyway, I hear she's been walking around the house completely naked, like a fucking whore. Are you kidding me? What the hell's wrong with this old hag? Will you shut up? I'm trying to get some sleep here. Oh, boo hoo! Big guy needs a sleep. By the way, you guys have been making the same walking around naked semi joke for months now. Mindig oda akar nézni, akarok, de nem tudok elnézni innen. Nem tudok elmenni. Oh,
Mi az a vér ott lent? Nem tudom, hova kell menni. Elfelejtettem. Igen, van. Megörülök. Hát ki vagyok az élettől. Aha. Aha. És akkor... Baszd meg már megint! Csacsog a telefonom. Ó, hogy... Jó van, mindjárt felveszem. Ott van. Mindjárt. Csak menjek már föl az emeletre, hova akartam, mert már bészem el. Hogy... Percenként. Percenként. Hívnak. Meló. Mindig csak az a meló. Hát nem hagyanak békibe? Na most! Dir! Tesó, dir! Na? Tök jó. Jó van, és akkor most mit ki... Nem lehet kiugrani az ablakon? Pedig én nagyon szívesen megtenném. Jó, és akkor... most innen vissza kell menni, fel kell menni az emeletre, gondolom én. Na de egy pillanatot kérek, mert... Ugye hát hívtak már megint azt. Játékmentése. Végre! Végre mentetek. Hát el se hiszem. Egy már pár másodpercet kérek. Gyerekek. Engem ezek a futárszolgálatok a sírba visznek. A sírba. Nagyban videózok. Az így megvan. Várok egy csomagot. Megnézem egyszer csak úgy, mert emeltek azt mondták, hogy 4 óra fél, vagy az 4 óra, 14 óra 35 és 15 óra 35 között jön. Na megnézem majd mi a bré van. Rákattintok a linkre, hogy merre jár a DPD. És odaírja, miközben itt ülök, érted, itt ebben a nyomorék székben, és videózok, és nem vagyok annyira süket,
hogy azt a csengőt, ami itt van velem szembe, konkrétan, ne csörrenjen meg az arcomba, ha felcsönget valaki. De mindegy. És kiírja, hogy nem tudta kézbesíteni a csomagot. Van az ajtó előtt egy csengő, olyan hangos, letépi az arcot. És van a kapucsengő. Ha én mondjuk nagy videózás közben, nem mondj, tegyük fel, nem hallom, mert ez azért ott van a szeren, de mivel tudtam, hogy jön a csomag, meg alapból is nagyon fosós vagyok, nem szoktam maxra venni a hangot, hanem csak úgy nagyjából félig, még azt is hallom, hogy a másik szobába megy a Comedy Central, érted? A Comedy Central! Ha azt hallom, hogy a másik szoba megy a Comedy, nehogy már ne halljam meg, hogy csenget valaki a kapucsengőn. És odaírják, hogy nem tudta kézbesíteni a csomagot. Itthon vagyok, csezd meg. Semmi baj, nyugodt vagyok egyébként. Mert mi nem ismernek engem. És tudom, hogy milyen szoktam lenni. Hogyha az agyam felmegy egy kicsit olyan magasabb szintre, az agyvíz magasabbra szökik a kelleténél. Csak gondoltam, ezt elmesélem gyorsan. Hogy még így kinyomtam itt, amíg kerestek telefonon, és izé-bizé. Baszki. Na mindegy. Megőrít komolyan. Megőrülök! Úgyhogy most neki kezdek újra. Legyesem azt a lihelongyot. És ha valaki bemer ott csengetni, megalom. Jó, ne csengessen. Nem érdekel. Ne csengessen. Tehát hallom, hogy mászok le, és hallom a másik szobába a tévét. Baszd meg. Komolyan mondom. Na, hol vagyok? Mit akartam? Ja, igen. Ez nem az a feljárat. Nem az a feljáró. De akkor melyik az? És köszönöm, megörülök. És akkor ilyenekkel, érted? A felét nem hiszem el. Milyen sötét? Nem maradj túl, csak a sötét. Milyen sötét? Nem tudom, milyen világos van. De mekkora ez a ház, hogy arról szedtem ki a cumót, vagy... Értem. Múltkor el tudtunk jönni eddig? Szerintem... Nem, hát már ott a sarkon már visszavetített engem. Ajaj. Annyit baj lesz. Tetszik. Nagyon tetszik ez a játék így. Jó, egyébként. Tehát, itt egy patti. Esküszöm, tudom, mit fogok csinálni, gyerekek? Esküszöm! Most eszembe! Elmegyek a Pepkóba! Csak szólok. Ah.
Itt is egy angyal. Ka. Nem bírom ezeket a hangokat amúgy. Nagyon durva. Tehát ez... ki vagyok az élettől. És csak a izé miatt tudtunk ide eljönni? Megőrülök. Jaj, de jó, hogy a temetőbe van. Már akartam is kérdezni, hát már olyan rég voltam temető. Nem tudom bemenni, hát akkor itt a hely, hallott, hogy... Jó, akkor megyünk erre, mert biztos erre kell menni, mert van ott az út. Arra is el lehet menni, de nem érdekel. Menjünk bele a sűrűjébe, a közepébe mindennek. Nem értem a sztori lényegét. Tehát valaki világosítson fel, mi történik. Mert megmondom az őszintét, nem értem. Az van, hogy az elején a csávó lelövi a gyerekét, a két gyerekét, meg a feleségét. De ez az öreg asszony, ez ki az? Az öreg asszony hogy jön a képbe? Hát... hát ez nagyon jó. Nem mozdul. Hát... csillag vagy... mi mozdulnia kéne? Elszomorítsál meg most már, hogy... csak így valami. Maradjál meg. Egyébként itt is van egy ilyen virág. Ja, ezeket fel kell venni, mert volt abban a régi szobában az én a... nem mozdul. Hát, nyomd már ki. Jó, hát ugye, jó, visszafele le kell menni. De most annyira jól néz ki egy... nem. Nem lehet arra elmenni. Hogy parancsolsz? Értem. Arra kell respektet nyomni. Jó, van, nem ér, nem.
Jó van. Csinál. Ja. Hát lát egy urajos játékot. Igen? Ja. És be is zárulott az ajtó, hát ez csodálatos. Jól van, és akkor... Na, ma megint telefon. Egy másodpercet kérek. Közben megjött a futár is. Ha mi volt ez? Ha mindjárt betoljok. Eskü. Ha... nem értem, mi folyik itt, de... Most ez a játék nagyon szép. Segítség. Megijedtem. Nyitást. Ez... Hú, de gyorsan megyünk lefelé. Éj, ez aztán tud futni. Push forest. Push. Push forest. Mi más, mint egy ajtó? Ugye? Hát ezt nem hiszem el. Ezt miért mennyire vakom sötét? De most komolyan. Legalább ad fényt. Nem is értem. Azt tudom, hogy most szerintem azért kell erre menni. Mert van nálunk az a tekerő izé. Csináltak az a Jézus szobor, vagy mit fel kell tekerni. Na megint. Érdekes. Amúgy a játék tök jól néz ki. Tehát... Jó. Ja.
Szerintem, legalábbis tök jól néz ki. És akkor itt már jártam. Ugye előzőleg. És akkor nem lehetett felhúzni. Na, most viszont igen. Még bekeveredek komolyan. Csodálatos. Jó van. Tehát egy véres kést. Mi mást? Aztán meg kéne felgyújtani. Mert úgy szeretném. Hadd égjen! Na már most akkor a kérdés, hogy most... Az a baj, nem tudom, mit kell csinálni. Most gondolkozok, miket találtunk. Meg kellene keresni az emberünknek a... Azt az izét. Ezt megmondtam a... Azt. Az infúziós lófittyet. És ezt olyan húzt. Hol? Mi van még, ami nem csináltunk meg? Kint jártunk, megcsináltuk azt a küldit. Bejöttünk itt, felhúztuk, megvan a kés, nem tudom minek, de megvan. Bementünk abba izébe, oda kell kütyüt szerezni. Oh, nem tudom. Gondolkozok. Megszakító. Miről beszélsz? Milyen megszakító? Ja, hogy ezért kell. Milyen megszakítóról beszél, de... De mindegy. Nem értem, de jó. Biztos oké, és oké. Oho. Jó, megint visszajöttem. És akkor... Csá. Igen. Most tényleg elment az áram. Na, itt amúgy még nem csináltam semmit. Mit kéne itt csinálni? Lélegzés. Te baszd meg, te megijedtem.
És most miért volt jó ezeket kinyitottam? Ah. Mi vagyok én, hogy ezt is tudjam? De most komolyan, akkor szerintem csak tippelni fogok már megint. A tippjeim általában bejönnek. És akkor most... Na, hát ki a seggem. Csak úgy szép... Kus. Kos, itt volt egy szép. Melyik? Nem tudom mi. Oh, hello! Oh, itt van. Jó van. Mit kell csinálni? Nem mondod. Hallod, úgy tudtam, hiányzik belőle egy kés, mondom, bele kell csapatni. Oh, mamma mia, Szent Jóska! Oké. Okay. Igen, nem, ez nem borotválkozós ember. Hát, ez egy busman. A francokat a busmanok. Oké, okay, a busmanok is... ott egy kulcs. Egyem a szívé. Na. Add ide. I love you. Hát köszi, én is szeretlek. Oh. Mi a jó szoba? Majd nem fogom berakni, mert minek. Szerintem. Na. Ó, oh, mit ad? Mi? Ez egy titkos ajtó. Azt a demenő. Azt mondom, ez az I love you-s kulcs. Kizásos alapon. Ez mi? Felhős játékot. Jaj, de jó. Hoppá! Ezt majd meg kell hallgatni. Hát ez fasza. Beragadt. Természetesen, hát nyilvánvaló volt, hogy beragadt, hát... A kalapás nem viszett az ajtón, hát... Minden... Felkelt az öreg papa. Azt tudja, meg... megcsapkod. Nem tudom. Inkább ne piszkáljam. Értem. Beragadt, hát jó van akkor. Oké, ez eltűnt. Abba meglátta a baltámat, vagy a kalapácsomat. Azt mondta, hogy így ez a gyerekkel nem szórakozok. Mekkora baltája van, vagy kalapácsa, vagy mi a tökön botja.
Nincs meg az a kulcs. Jó van, akkor nem. Láttátok? Innen kukkolt. Fú, de majdnem befostam. Kell egy idegrángásra egy gyógyszer. Beragadt. Jó van. Akarom nézni, itt mi van. Itt van ez a kis virágocska. Ezt nem lehet felszedni. Nem. Ja, tényleg itt lehet meghallgatni azt a vizét. A kazit. Na. I fear that Dolores is getting worse by the day. Her temperaments are extremely bipolar. She gets easily upset over small things, almost always immediately followed by self-resentment and the asking for forgiveness. It's getting harder to cope with her outbursts, but my love for her is strong still, and I'll do whatever it takes to help her overcome her condition. Oh, no. I'm gonna be late for tea. Where did I put that damned attic hook? Értem. Akkor ezt nem lehet felszedni, ezt a kis virágot. Zárva van. Micsoda? Amúgy ez micsoda? Megvizsgál. Az ami játék, ez is, vagy... Mint ezek. Jó, akkor nem tudom, mit kell csinálni. Lemegyünk, hát. Nem tudom, mivel már elfejtettem. De lemegyek. Ja, igen. Na. Meghúztuk az öreg nénye bőrzekéjének a... Jó nekem? Hát én elhiszem, hogy igen. Megörülök, és akkor most... Nem tudom. Jó, hogy ez... Hát az olyan kicsit beakadtott. És szerintem... Fölmegyek... hova megyek föl? Várjál, gondolkozzam csak egy kicsit. Nem erre. Öreg nénye bőrzeki. Na, azt kéne még itt ezt megoldani, mert az még nincs. Nagyon kell, mi gyerek, baszki. Még mindig.
beijedtem. Nincs itt semmi. Használ meg oda. Itt is van egy tükör. Ja. Van. Fúj. Ez a gyerek kéne. Levere minden. Ez a baba egy megtört. Mi? Ez a baba egy gömböt tart. Elveszed? De akkor meghal. Én nem merem. Mi van, ha elveszem? Csak így kérdezem. Mentsük el. Mentsük el, mert elveszem, azt megöl... nem tudom. Akkor nagy baj lesz. Olyan szinten, hogy itt csihaj-duhaj lesz. Hát jó van, vegyük át a... vegyük át, vegyük el a... azt a bigyót. Tehát egy üveggömböt, úgy tűnik van benne valami. Sötétben, hát... jó van. Ja, nem ezt akartam. Van benne, nem sok gyógyszerünk van. És ez probléma lesz. Jó van, szerintem itt. Elég izgalmas. Szerintem. Minden gondolom mindenképpen el kell... nem tudom. Inkább ide. Jó. Tehát. Szerintem. Én nem fogom folytatni a következő részt. Ugyanis... Ez is elég hosszú sikerült. Ami királyság. Úgyhogy történt sok jó dolog. Meg úgy minden. Meg úgy bla bla. Úgyhogy, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, remélem tetszett ez az epizód, van még belőle ugye, akkor még egy. Azt mondom, hogy gondolom vége lesz már lassan a, ennek a résznek, gondolom, mert úgy hallottam elég, egyébként gyorsan ki lehet játszani, már aki tudja, mit kell csinálni, hát nekem nem, ez nem így történt, nekem sok-sok idő, de hát üsse kavics. Szóval, úgyhogy nagyon szépen köszönöm tényleg azt, hogy megnéztétek. Aki most, aki csak most tért és kapcsolódott be, akkor azoknak ajánlom már az előző epizódokat. Érdemes esetleg meglesni, ha tetszett mondjuk ez a rész. Aki viszont a csatornára is most tévedt ide, akkor azt köszöntöm. És ha tetszett, amit látott, és úgy gondolja, hogy megérdemlem, akkor kérlek, iratkozz fel. És a csengőt, aki még esetleg fel van, már iratkozva, de még nem nyomta meg, vagy csak gondolkodik rajta, hogy kapjon egyébként értesítést a YouTube-tól, hogy bármit ugye feltöltök, akkor érdemes a kis csengőt is megnyomni, mert csak akkor küld a YouTube értesítést. A YouTube-nál is egyébként gyorsabb értesítést, viszont a Discord szerver ad, amit a kis adminok raktak össze, úgyhogy ügyesek, okosak voltak, úgyhogy én nem értek hozzá egyáltalán, ők viszont megcsinálták. Úgyhogy ezer hála nekik, viszont a Discordon nyugodtan egyébként lehet csatlakozni, beszélgetni, irkálni és a többi, játékra invitálni másokat, illetve azt ne felejtsük el, a Discord sokkal, azért elég gyorsan szól, hogyha bármit feltöltök a csatornára, szóval ott vannak értesítések is, hogyha megjelentetek egy videót. Úgyhogy igazából ennyi lett volna, nagyon szépen köszönök mindent, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!